Jani, a crossmotorosoknak ez egy paradicsom, nyugodtan kijelenthetjük ez a pálya, ugye? Igen, most már azt lehet mondani, hogy most már szeretnénk kialakítani olyanra, hogy kiszolgáljuk a közönséget, tehát igazából az amatőrtől a profi sportolóig, pontosan, igen. És egyébként ugye itt nem csak helyi sportolók vesznek részt, vagy nem csak helyi sportolók érkeznek az egyesületeitek tagjai közül, hanem bárki gyakorlatilag. Nem, az ország minden tájáról várjuk a motorosokat, persze. Tehát igazából egy crosspályát azért csinál az ember, hogy kiszolgáljunk mindenkit, hogy ne? Hogy jött az ötlet? Morai Zsolti, aki éppen most a pályán csapat, az övüké ugye itt a terület. Ővele jöttünk ide ki 2016, ma azt mondanám elején. Megnéztük az adottságokat, és akkor jött az ötlet, hogy ezen a területen meg tudnánk valósítani, amit ki lehetne hozni ebből a területből, és akkor az évek folyamán kőkemény munkával kialakult ez a jelenlegi nyomvonal, ami azt lehet mondani, hogy most már maradni is fog. Most készült el a locsolóberendezés, ami nagyon fontos ugye a crosspályákon, úgyhogy most már elértünk oda is, hogy az egyesület is megalakult, és most már versenyek rendezésével is próbálkozni fogunk, tehát országos versenyek rendezésével, ami nagyon fontos. Hányan csatlakoztak az egyesülethez? Hogy alkottok egy egészet? Hát most jelen pillanatban 10 vagyunk, tehát 10 alkottuk ezt az egyesületet, és meglátjuk, hogy milyen irányba megy. Nem biztos, hogy a fő szempont az, hogy többen legyenek az egyesületünkben, nem biztos. Tehát igazából itt az a lényeg, hogy egy olyan komplexum legyen, ahol tudjunk nagyon jó rendezvényeket rendezni. Egy kicsit helyezzük el, hogy ez a pálya milyen nehézségi szintet képvisel mondjuk az országot tekintve. Hát nehézségi fokra erre a pályára nem mondanám azt, hogy nehéz. Inkább azt mondanám, hogy egy kicsit a technikás pályák egyike. Igen, ez egy nagyon sarkalatos pont. Megpróbálnak most már pályaépítők olyan pályát csinálni, hogy az amatőr pilótát is kiszolgáld, és a profit is. Nem biztos, hogy a fő profiknak ez egy jó edzőpálya, de a jelenleg a magyar sportot nagyon, nagyon az amatőr pilóták határozzák meg, tehát így mondom a pályák fenntartását, és ez egy olyan pálya. Én mondjuk senior extrába versenyzek, nekem is nagyon jó felkészülésnek, de itt a kicsiktől kezdve, ami nagyon fontos az utánpótlás, a 60-as, 65-ös motorokat tökéletesen tudnak rajta motorozni. Bevallom őszintén, nem vagyok napra kész ebben a sportágban, de Tolna megye egyébként hol van a térképen? Tehát hogy milyen versenyzőink vannak, milyen eredményeink vannak? Jó, Tolna megye, hát mondjuk én Baranyai megye, Baranya megyei vagyok. De Tolna megye igenis jó, ugye a szomszéd falukban is van egyesület, akik ugye elég bő létszámmal vannak, és elég sok rendezvényük is van. Jövő hétvégén lesz lent, Fogtőn is lesz egy országos bajnokság motocross verseny. Persze mindig azt mondjuk, hogy Pest és vonzás körzete a legfrekventáltabb, de próbáljuk mi itt lent délen is azért népszerűsíteni a motorsportot. Jó, hát egyébként nincsenek illúzióim, azt gondoltam, hogy egy veszélyes sportág, de így most test közelből tekintve elhesegettem azt a gondolatot egyébként, hogy én is szerettem volna egy ilyen motort vezetni, de ha arra megkérhetlek, hogy esetleg egy kört mehetünk a pályán, akkor nagyon hálás lennék. Így azért másodpilótaként is hatalmas élmény volt. Köszöntök mindenkit, ez itt a Gasztro megye.
Kedves nézőink, visszatértünk a konyhába, Horváth Attilával készítjük az ételünket. Szervusz Attila, üdvözöllek! Szia. No, hát kedves Attila, én tudom azt, hogy a helyi kocsmáros vagy, most a kedves nézőket, vagy a csikostöttesieket elkeserítjük, hogy most akkor nincs nyitva a kocsma? Nem, vagy? Nyitva van, mert van alkalmazott, úgyhogy nagyon jó. Nyitva van a kocsma. Akkor ezért nem kapunk bántást. Nem. Jól van. De akkor tudnak inni, fogyasztani, úgyhogy... Nagyon jó. Akkor se kapunk bántást, hogyha elkészítjük az ételünket. Mi lesz az egyébként? Csülkös babos káposzta. Húha, ez nagyon jól hangzik, abszolút koleszterinmentes étel. Teljesen. Hogy alkotunk egy kerek egészet ebből az ételből? Mi kell hozzá? Nagyjából hát alapanyagként hát zsírba megpirítani a hagymát, utána mind pörköltnet föltenni, egy kicsit a füstöltet előbb belerakni, hogy annak azért több idő kell. Igen. Utána belekerül a csülök, majd utána belekerül a bab, és mindig csak annyi-annyi vízzel fölönteni, amennyi, hogy szaftosodjon az egész. És akkor rá egy fél órára a káposztát, és a legvégén a vége előtt a füstölt kolbászt egy 20 perccel a vége előtt vele. És mind... az a lényege, hogy mindig kell utána önteni, de mindig úgy, hogy keveset, hogy szaftosítani. Annyira ne higuljon azért, hogy nem vizes legyen. Igen. Nagyon jó. Egyébként, mint hogyha könyvből olvasnád, valószínű, hogy nem először készíted ezt az ételt. Nem. Sokszor csináltam már itt a sportkörnek is, alapítványnál mindenhol csináltam. Pécsen például 200 főre főztem ugyanezt két bográcsba. Aztán tavaly minden. Szeptemberben. Na, hát itt most más az anyaghányad, mert nem 200 főre készítjük, hanem nagyjából 8-10 főre. Hogyha a stáb dolgozik, akkor őket is megkínáljuk, nem csak a helyieket. Szerintem akkor álljunk is neki, mit kell csinálnunk most itt. Hát kezdésre. Először is a hagymát főszeljük, és akkor utána oda tesszük a zsiradékot, és akkor úgy. Csak a hagyma legyen főszelve, nehogy most itt hamarabb felolvad, és akkor csak... Viszed a hagymát? Jó. Én akkor a bordaporcot? Jó, azt meg ilyen kisebb darabokra. Kisebb darabokra. Jó, rendben van, oké. Akkor álljunk is neki. De közben addig kérdezlek, hogy egyébként a főzés szeretete az hogy jött nálad? Még egy picit így, jó? És akkor így éljenek el. Jó? Ó, nagyon így, jó. Így körülbelül. Az úgy jó? Az úgy már jó? Így körülbelül, jó? Jó, okay. Rendben van. Megkaptam az instrukciókat, köszönöm. Kedves nézők, úgyhogy így fogjuk akkor felszelni. Na de akkor egyébként a főzés szeretete? Hobbi szakácsnak mondod magad? Igen. Szeretek főzni, de én nem tanultam, meg nem ezértem, ez csak ilyen egytál ételeket, azokat szeretem csinálni, bográcsosokat. Ilyen férfias kaják, igen, nem? Halászlé, babbujás. Az is. Igen. Van valami kedvenced egyébként, vagy ez pont az? Ez az egyik, mert ezt itt is ritkán csinálják, ezt ennek magyarul talán én vagyok a itt erre. A kiötlője ennek az étel? Nem, volt, ettem én egy helyen. Igen. És akkor azt mondtam, hogy nem igaz, hogy én ezt nem tudom otthon megcsinálni, és akkor simán megcsináltam végül is. Na, de egyébként ez teljesen jó. És egyébként ugye nyilván kocsmárosként azért itt képben vagy a helyi dolgokkal. Igen. Milyen a közösségi csikós töttösön? Hát jó, ilyen családi hangulatú, meg hát most igazándiból engem is mindenki, meg a sportkörön keresztül, hát végül is úgy, hogy mindenki ismer meg úgy a társaság is, ilyen baráti társaság alakult ki szerintem mindenféleképpen mindenhol. Ez teljesen jól hangzik egyébként, meg az is, hogy a baráti beszélgetéseknek elmaradhatatlan eleme, vagy alkotóelem a főzés. Hát hogyne. Az emberek itt azért nyilván büszkék arra, akinek valami újdonsággal előrukkol, mert ez egyébként... Egyszer ugyanezt a kaját csináltam egy bor és pálinka versenyen, és itt a faluk. Gondolom nagy sikere volt akkor igen, is. Igen. Pláne bor meg pálinka kóstolás után, akkor azért elkél a kalóriapótlás, meg az étel. No, hát én örömmel jelentem, hogy a rám bízott feladatot helye közel elvégeztem. Remélem, hogy ha nem hoztál centimétert, akkor nem méred jó le, az, hogy ez így. Jó az jó ez így. Jó. Erre szokták azt mondani, hogy rusztikus. Jó ez így. Úgyis egyébként nagyjából azért el is fő belőle, vagy összefő. Szerintem én oda teszem a vizét, hogy jó. Egy kis zsiradékod bele. Jó, akkor innen segítek, jó? A kedves okay. Nézőket arra biztatom, hogy ne menjenek sehova, mert innen folytatódik a gasztromegye.
Kedves nézőink, itt Csikostörtösön rengeteg értéket rejt a Hagyományok Háza, minden helysége, és ezt most bizonyítjuk is Szabolccsal, akit ezúton is sok szeretettel köszöntünk a műsorban. Hát Szabolcs, a terültejű asztalka lehet, hogy kevés lenne kifejezésként, amit itt látunk. Mivel készültél? Hát családi gazdaságunkban méhészettel foglalkozunk, sertéstartással, kecskékkel, tehát egy kis paraszti gazdaságot működtetünk, üzemeltetünk, ökológiai gazdálkodást folytatunk a területeink egyes részén, és ezt minden késztermék formájába feldolgozva értékesítünk. Rengeteg kincs, tényleg szószoros értelmében kincs van. Ugye a húsok mellett azért itt látunk mézet, látunk mézes kalácsot, meg különböző kézműves termékeket. Mi az, amitből megkóstolhatunk? Tehát gyakorlatilag mit szabad? Hát gyakorlatilag bármelyiket. Mégis csak egy gasztroműsorban vagyunk. Bármelyiket meg lehet kóstolni. Hát a mézet talán desszertként vagy a süteményt a végén. Kecske sajtok, friss gomolya sajtok, natur, csilis, zöld fűszeres és fokhagymás. Igen. Ízesítésben mangalica és durok szabadtartású sertéshús. Levallom őszintén. Szalámi, szalonna sonka. Igen. Érlelt sonkák, egy éves, másfél éves sonka. Ó, egy jó érlelt sonkát mutass nekem kérlek szépen sertést, hogy mi egy az? Mangalica. Egy mangalica ez? Igen, az olvad, mint a vaj a szájban, egy vékonyabb betű. Akkor ezt próbáljuk meg. Te is kóstolsz velem egyébként? Hát mégiscsak ízleld le, hogy... Legyen úgy. De szerintem jó munkát végeztél. Egyébként hol lehet téged megtalálni? Tehát hol tudnak vásárolni tőled? Hát alapvetően most Csikostörtösön és a dombovári termelői piacon. Egyébként a Covid előtt országosan Magyar Ízek utcájába jártunk rendszeresen különböző fesztiválokra, Budapestre, szert az országba. Figyelek ám, csak közben élvezem az ízét is. Mú, nagyon finom ez a mangalica. Hát én még megkóstolok. Ez egy ilyen szalonnásabb, ez egy frissebb, ugye? Ez egy mangalica szalonna, ez közel egy éves. Na, hát akkor ennek is megcsináljuk a tesztjét. Kedves nézőink. És akkor egy igazi különlegesség, amit én fogok megkóstolni, ez egy ratka kós, vagy inkább egy ürücomb, érlelt ürücomb fűszeres pácolás után. Azt a mindent, ez tényleg egy különlegesség. És egyébként hogy jött a gazdálkodás az életedbe? Családi indítatás, vagy pedig te elhatároztad, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni? Hát alapvetően ebben nőttem fel, tehát az egész gyerekkoromban, ugye mi több generációs család voltunk, és a nagyszülőkkel együtt éltünk. Nagyapám még gazdálkodtak, ő böllér volt itt a faluban, tehát ez gyakorlatilag napi rutin volt gyerekkoromban. Aztán én programozó matematikus végzettséggel. Ezt nem mondtad. Informatikából éltem, Budapesten laktam 13 évig, és 2010-ben jött az érzés, hogy elég volt a fővárosból és az irodaházakból, úgyhogy visszatértem a gyökerekhez. Ezt megértem. És milyen jól tetted, mert hogy nagyon szépen köszönjük ezt a kis bemutatót. Én még egy falat erejéig azért, mielőtt a nézőket arra biztatom, hogy tartsanak velünk, hiszen lassan egyébként a csülköt is belerakjuk a mi káposztás ételünkbe. Köszönjük neked még egyszer, további sok sikert. Kedves nézőink, innen folytatjuk. Kedves Attila, visszatértem hozzád egy jó kis kóstolóból. Lehet, hogy már kapunk is tőled, mert már rég bele kellett volna rakni. Bele, igen, jöhet bele a csülök. No, azért remélem, hogy... Akkor te, ahogy én rakom, légy szíves, keverjed. Én keverem, kavarom. No, belekerül akkor a jó kis csülkünk. Ez nem füstölt csülök. Nem, ez normál csülök. Jó. Ettől azért van bőrös rész, ez igen. A jó szaftot ad neki, ugye? Cupakos lesz, igen. Az nem baj, ragadós. Nagyon jó. De egyébként már most is nagyon jó illata van. Ugye a hagyma meg ez a kis füstölt bordaporc. Azért ez nem tud hibázni. No, úgyhogy akkor erre azt mondtad az imént, hogy erre az étterre még nem volt panasz. Egyelőre akinek, még nem. Akinek főzted, az ja, mind elismerő. Egyelőre még nem. Jó, most akkor belekerült a kis csülkünk, és akkor meddig főzzük ezzel így? Vagy a csülökkel körülbelül egy jó fél órát, 20 percet, és akkor mehet bele a bab. Mehet bele a bab, mert ugye igen, közben meg, ugye a babérlevél is belekerült. Igen, a bab mehet bele egy 20 perc, hogy egyet rottyanik a csülökkel. Igen. És akkor mehet bele a bab. Jó. Akkor gyakorlatilag ezt hagyjuk, hogy végezze a dolgát, addig igen, mi is továbbállunk, de csak egy rövid ideig, arra biztatom a kedves nézőket, hogy ne menjenek sehova, innen folytatjuk a gasztromegyét.
kedves Imre, mikor bejövök Csikós Tötösre, mindig látom a szépen felújított épületeket itt ebben az épületben is, amiben most vagyunk. Mindig jól érzem magam, mert gondos kezekről tesz bizonyságot. Miben segíthetünk még nektek itt Csikós Tötösön? Előre is köszönjük a lehetőséget és azokat a javakat, amiket tudtok nekünk biztosítani. Csikós Tötös komfortos település, nagyon sok közösségi terünk van. Itt az elkövetkező időben nagyon-nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezeket az épületeinket fent tudjuk tartani. Ezeknek energetikai korszerűsítésre lesz előbb-utóbb szükség, hogy olcsóbban tudjuk üzemeltetni őket. Szeretnénk a községházát felújítani, az is most már hosszú évek óta változatlan formában van, ott is egy energetikai korszerűsítés, napelemes rendszert szeretnénk. Az elkövetkezendő időben gondolunk még arra, hogy a faluházunkat, ami 2000-ben lett átadva, azt egy kicsit korszerűsítenénk, annak az üzemeltetését is szeretnénk olcsóbbá tenni, és hogyha még nagyon nagy kéréseink lehetnek, akkor még egy település részünk van, aminek a csapadékvízelvezetését szeretnénk még hosszú távon megoldani. A község többi területén meg van ez a probléma oldva. Idén adjuk át mostanapokban a 190 millió forintos topos pályázatban elkészült csapadékvíz elvezető programunkat. Nem panaszkodhatunk, hogy nem jutunk megyei forrásokhoz. Nagyon örülök, és azon leszünk, hogy ami rajtunk múlik, azt a segítséget ide juttassuk. Hát köszönjük szépen, és remélem, hogy jó tudunk együtt dolgozni az elkövetkezendő időben. Kedves nézőink, visszatértünk a konyhába Attilához, mert hogy egy újabb fázisához érkezett az ételünk. Attila. Igen, most belekerülhet a paprika, illetve a bab. A paprika meg a bab. Jó, én kezdem. És akkor segítek. Te légy szíves, keverjen. Keverem neked, jó. Egyébként megosztom a kedves nézőkkel, hogy úgy volt, hogy hárman főzünk, csak hogy a bagoly nem jött el, ugyanis polgármester úrtól megtudtuk, hogy itt Csikós Tötösnek van egy házi bejáratú bagja, ami egyébként itt szokott lenni, csak ő most nem fogadta el a meghívásunkat. Úgyhogy maradtunk ketten Attila itt az étel elkészítésével, de szerintem egész jó csapatot alkotunk, mit mondasz? Szuper így. Nagyon jó. És fontolgattuk azt is, hogy ebbe a gyönyörű szép kemencébe készítjük az ételünket, de a győztes csapaton ne változtas elvet követve, inkább maradtunk a bográcsnál, pedig nagyon szép ez a kemence, amit egy erdélyi vándor kemence építő készített itt Csikós Tötösnek, de gyönyörű szép, tényleg megcsodáltuk, mielőtt nekiálltunk az étel elkészítésének, amiben most már gyakorlatilag benne van a babunk. Igen. Is, szinte akkor teljes egészében. És mi fog még majd belekerülni? A káposzta egy 15-20 perc egyet rottyanik, akkor utána veled rakjuk a káposztát is. Akkor az is belekerül. Ezt gondolom, jó, beáztattad ezt a babot, igen, előző, igen, este? Igen, előtte este, tegnap este belehoz. Ezt beáztattad, és akkor a káposztát meg egy kicsit, azt is beáztattad, hogy egy kicsit, igen, a... egy vízbe, azért, hogy az a savankás íz azért maradjon meg, de mégse annyira egy kicsit ilyen savankás legyen. Igen. De csak egy vízbe van kimosva. És ugye jól láttam azt, hogy nem láttam, hogy nem sóztunk még. Még egyelőre ennek... nem, mert a káposzta is lehet, a füstölt is, és a legvégén szoktam a sót, mert az még akkor kidobja. Nehogy túl éles, igen, legyen az étel. Igen. Nehogy túl sós. Egyébként figyelj, így az illatok alapján eddig szerintem NB1-es, de majd aztán meglátjuk. Nem akarom itt dicsérni előre a dolgot, meg nyugtával, csak szerintem így rendben vagyunk. Akkor most gyakorlatilag hagyjuk, hogy a bab is puhuljon. Igen, igen. Hát az egyben csak egy 20 perc, 15 perc egyet rottyanik, jó, akkor utána a káposztát belerakjuk. No, akkor megint van egy kis időm beszélgetni, igen, meg megnézni ezt a gyönyörű szép települést, egy kicsit föltérképezzük, jó? Kedves nézőket is arra biztatom, hogy tartsanak velünk, innen folytatjuk.
Kedves nézőink, a Gasztromegye műsor is a csapat munkára épül. Ezt jelképezi, hogy Attilával közösen köszönjük meg a kitüntető figyelmüket. Köszönöm, hogy itt lehettem én is. Segítőkészen minden településnek állunk rendelkezésére, és hogyha kell, akkor még a főzésbe is besegítünk. Köszönjük szépen! Tartsanak velünk legközelebb is, minden jót! Viszontlátás! A műsor támogatója a TAR Kft. Tolna megye 6 városában 8 iskolánk széles képzési kínálattal várja a pályaválasztó diákok, tanulni vágyó felnőttek jelentkezését. Műsorunk támogatója a Tolna megyei szakképzési centrum. Műsorunk támogatója a Bokostranz Kft.